Esztereti Néptánc csoport nyitotta meg az Aranyszabja emlékhely felavató ünnepségét szombaton a Nyíritakban. 1927. május 4-én Balázs János Bojtár gyerek legeltetés közben ezen a helyen bukkant rá egy gazdag honfoglaláskori sír leleteire. Disznók túrták ki a földből, később Kis Lajos régész a sírban 107 darab leletet talált. Köztük az aranyveretekkel díszített Szabját és annak hüvelyét, amely alapján ma már tudjuk, az Árpádház egyik fejedelmét temették el a geszterédi homokpusztában. Ez máig a Kárpát-medence egyik legjelentősebb honfoglaláskori lelet együttesének számít. Amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan is állítsunk itt emléket, akkor nem csak ennek az egy ide eltemetett fejedelemnek akartunk emléket állítani, hanem ennek a kornak, annak a honfoglaláskori vezéri fejedelmeknek is, akiket ugye ünneplünk, és akiknek köszönhetjük ezt a Kárpát-medencét. És innen jött az ötlet, hogy e köré a fejedelem síremlék köré faragtassuk meg a hét vezér teljes alakos szobrát. Így áll most itt ez a gyönyörű faragás, amelyet Kótér László, egy erdélyi fafaragó művész álmodta meg és faragta meg számunkra. Az életnagyságnál nagyobb méretű szobrok tölgyfából készültek. A hét vezér köré a hét ős magyar törzs tiszteletére az Aranyszabja Társaság hét tölgyfát is ültetett. Ilyen formán tiszteletet adunk az őseinknek, akik a nyírségi homokdombot meglátva letelepedtek itt, és ezt hazaként választották. Köszönet nekik és tisztelet. A tisztelet jár nekik, mert egy olyan szép országot alkottak a későbbi nemzedéknek, ahol a családok milliói létezhettek és boldog életet élhettek. Vezérem, egy külcsú! Szél 800 méter! A zászlónk becsületéje! Az ünnepségen elhangzott az évtizedek során, ahogy fejlődött a világ, számos lelki eredetű betegség jelent meg. A 20. század pszichés problémáinak kialakulását a WHO több tényezőre is vissza tudta vezetni, mondta Nagy Bercel, a köztársasági elnöki hivatal igazgatója. Három olyan okot tártak fel, amit önök is bármikor fel tudnának tárni, de azért érdemes erre visszatekintenünk. Az egyének elmagányosodása, a tömegtársadalmakban, a családoknak a széthullása és a hagyományainkkal való szakítás. Ez az, ami a legtöbb gondot okozza a modern ember számára. Az igazgató hozzátette, egy ilyen ünnepség, mint a geszterédi emlékhelyavatás a lelki egészséget is szolgálja. Az Aranyszabja Társaság tagjai, akik létrehozták az emlékhelyet, megtörik a magánt és erősítik a nemzeti összetartozást. A geszterédi Aranyszabja most is teszi a dolgát. Több mint 1000 év távlatából cselekvésre készített embereket, közösségeket összefogta, a geszterédieket, mások messzebb lévőket is, ahogy megtudtuk, mindenki felajánlásként, ingyen munkával készítette ezt az emlékművet, ezt az emlékhelyet, és egy igazi összefogás eredménye, hogy most itt együtt ünnepelhettünk, együtt emlékezhetünk az őseinkre, és hát újabb munkára ösztönizi ez, gondolom, a közösséget, a geszterédieket, a megyebelieket. Sesták Oszkár hozzátette, a megyei közgyűlés is támogatja ezt a kezdeményezést és folyamatot. Az összefogás következő állomása a tervek szerint novemberben lesz, amikor elkészítik az Aranyszabja másolatának rekonstrukcióját.